A Phoenix Arena. Tavaly januárban Liu Shaolin Sándor és testvére Liu Shaowang fantasztikus versenyzéssel 4 Európa bajnoki címet nyert itt. A rövidpályás gyorskorcsolyázó pedig idén visszatértek Debrecenbe méghozzá az olimpiai kvalifikációs világkupa sorozat 3. állomásán, ahol már az olimpia a tét. Mielőtt azonban megnéznénk, hogy a fiúk hogyan versenyeznek az esemény zárónapján, egy számukra nagyon fontos és különleges emberrel beszélgetünk. Ilyenkor azért mennyire van izgalom így anyukában? Bár az igazság, hogy 16 év alatt azért valamelyest hozzászokik az ember, de... Hogy valamelyest hozzászokik az ember, de azért egy döntőnél azért én is egy ilyen lábon kihordott szívinfarktust kapok, úgyhogy nehéz. Melyik a könnyebb végül is helyszínen itt Magyarországon megnézni őket, látni, hogy versenyeznek, vagy a televízión keresztül? Hát élőben azért izgalmasabb, tehát az adrenalin az megvan, és a közönség, ugye a szurkolás, a feeling azért az nagyon-nagyon jó, de viszont tévén keresztül azért nyugodtabb körülmények között kellemesebb. Van rá lehetőség, hogy találkozzunk velük, kint hátul tudom, hogy hol szoktak levezetni, és akkor mindig oda megyünk, és akkor elkapjuk egy ölelésre, egy puszira, egy gratulációra a fiúkat. Nagyon szépen kezdődött ez az érem nap, hiszen ugye, mint itt a kis tesónak a nyakában itt lóg, a Rádónak a második helye, azért az a milyen volt ez a szombati nap? Hát a szombati nap, ugye Shaolinnak volt a születésnapja, úgyhogy ez egy azért is különleges nap volt. Végig izgultuk, végig szurkoltunk itt, lengettük a magyar zászlót, és meg lett az eredmény. Ilyenkor a születésnap az meg lesz majd ünnepelve, vagy már tegnap volt egy kis ünneplés szombaton? Nincs rá lehetőség, hogy rendes körülmények között is szülinapozzunk. Ha szülinap van, akkor egyébként édesszájúak, de hát azért a torta az fogyó termék? Hát valójában Ádó nagyon édesszájú, Sanyi kevésbé, de hogyha van torta, akkor csak én eszem, úgyhogy úgyhogy jobb, ha nincs. Azért most már ugye nem sok, hát februárban már olimpia van. Jók az esélye, kifejezetten tényleg ott vannak a topban. Hát a mamája, a papája is mindenki szurkol nekik, úgyhogy mindig megpróbálunk nekik erőt adni. És azért is jó, hogy most itthon volt Debrecenben ez a verseny, mert itt a magyar közönség azért hatalmas erőt ad, és nyújt nekik, igen. Az interjúk végén a fiúk édesanyját és bájos kishúgukat, Kelly Riát egy meglepetés elkészítésére kértük, de hogy miről is van szó, az hamarosan kiderül. A szombaton 500 méteren aranyat és ezüstöt szerző Liu tesók mellett a fradistákban bővelkedő magyar válogatott kitett magáért a jégen. Bár vasárnap 2 pekhes kicsúszás, illetve egy érthetetlen kizárás borzolta a kedélyeket, az 5000 méteres férfi váltó Peking és Nagoya után ismét érmet, egy bronzot nyert. Mivel 8 váltó szerezhet olimpiai kvótát, egy VK győzelemért pedig 10 000 pont jár, a jelenleg második helyen álló magyaroknak közel 21 000 pontjuk van, így már biztosan utazhatnak Pekingbe. A születésnapi szerencsém segített hozzá a tegnapi aranyhoz. Jól éreztem magamat egész nap, ez egy ilyen bal szerencsés és igazságtalan napnak gondolom. 1000 méteren nagyon jól mentem, nagyon jó formában éreztem magamat. Szerintem rossz döntés hozott a bíró, de megesik, így kelt fel. A mixváltóban ráléptem egy karkötőre, nem is értem, hogy hogyan történhetett ez meg. Igazából az bosszant, hogy semmilyen következménye nincsen, mert igazából a lábamat is eltörhettem volna, mert annyira hirtelen tűntem el, hogy azt sem tudtam, hogy mi van. Lehet, hogyha találkozok a bíróval, akkor megkérdezem tőle, hogy ez mi volt. Még oda is vittem neki a karkötőt, hogy ráléptem. Úgyhogy majd megkérdezem tőle udvariasan, hogy miért döntött így. Igazából azért nem mentem fel a döntőre, mert okosabb döntés volt az, hogy ha kibillenek, vagy hogyha még egyszer ráesik, akkor lehet, hogy egy komolyabb sérülés is lehetett volna. Jól vagyok, Hollandiában fogtok látni versenyezni. Talán mondhatjuk, hogy ez az utolsó nap egy kicsit izgalmasra, kicsit bal szerencsésen, de talán mégis egy kicsit jobb kedvet derített így a vége felé. Ez a sportág, ez ilyen. Ez tényleg olyan, hogy az egyik pillanatban az egyik szemed sír, a másik meg tud nevetni egy kicsit. Úgyhogy történtek dolgok, és szerintem ez így izgalmas. És hát megvan az olimpiai kvóta ugye a váltóval. Én úgy gondolom, hogy a váltó nagyon-nagyon jól teljesít, főleg most így a döntőben is látszott, hogy a két újonccal tudtunk felmenni ugye a Shaolin sérülése miatt. Én úgy gondolom, hogy mindenki tartotta a derekát, és ebben ennyi volt most. Nyilván szerintem, hogyha Shaolin is a pályán lett volna, akkor változtak volna itt az érmeknek a színei.
Mi várható Hollandiában tőletek Dordrechtben? Mik a tervek? Tényleg azokat a hibákat, amik történtek az első két világkupán, vagy akár a mai napon, azokat még egy kicsit jobban kiküszöbölni, tényleg kicsit fejben összeszedni ezt az egészet, és úgy készülni az olimpiára. És akkor jöjjön a meglepetés! Nagyon cuki! Hogy is hangosítom, hogy mit üzennek. Anyámat, mondd a mikrofonba! Érsz, mindjárt mondjuk el! Jó, hangosan! Hajrá, Sanyi! Hajrá, Adó! Na? Mondod? Jó, már köszönjük! Szerencsére volt alkalmunk találkozni kint a jégpálya előtt, és azt kell mondjam, hogy tényleg szépen engedő érzés, és nagyon jó, hogy itt voltak. Ilyenkor nagyobb pluszt jelent nektek, hogy azért hazai környezetben a család szemelátára versenyeztetek, és nem a tévén keresztül izgulnak? Abszolút, igazából nem éreztem olyan formában magamat, hogy itt érmeket vagy érmet nyerjek, és tényleg a debreceni közönség adta meg ezt a rendületet, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy kiadt és szurkolt, mert tényleg ők segítettek hozzá ezekhez az érmekhez. Csütörtöktől már a hollandiai Dordrechtben a világkupa sorozat záróállomásán szurkolhatunk a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázóknak. A tét nem kisebb, mint hogy az egyes számokban kiszerez olimpiai kvótát a februári Pekingben rendezendő téli olimpiára. A Tetrekészség támogatója a Telekom.